Az évszakhoz méltó időjárási viszonyok közepette zárult le a Soroksári SC őszi szezonja. A Kisfradi idénye kiválóan indult, Lipcsei Péter tanítványai egy ideig az MB2-t is vezették, aztán azonban visszacsúsztak a középmezőnybe. Az okokról a mestert kérdeztük. Én úgy gondolom, hogy igen, egy hektikus volt, hiszen az első hét fordulóban nagyon jól szerepeltünk, és a első helyen voltunk. Utána sajnos sorozatban jöttek a sérülések, és utána volt 4 vereségünk zsinórba. És hát most az utolsó, a vége felé is ugyebár 6 mérkőzésen nem tudtunk nyerni. Egy pozitívum volt, hogy a Békéscsabát meg tudtuk verni a Magyar Kupába, és ott vagyunk a legjobb 16 között. A sérüléseken kívül hogy látjátok, mi lehet még az oka ennek a hullámvölgynek? Hát az, hogy rövid a keretünk, tehát 20 játékosom van plusz 3 kapusom. Én úgy gondolom, hogy azért a 3 meghatározó játékos az mindenképp óriási veszteség volt, hiszen a Fröliknek keresztszalagszakadása volt, tehát ő már ebbe az évbe is, vagy ebbe a szezonban már nem játszott. Benne volt a Huszák, Oroszmárk és a Gyömbér is volt, amikor nem játszhatott. Hát ez a 4 játékos, ez meghatározó játékos. És plusz azok a játékosok, akik pótolták őket, azok nem tudták hozni azt, amit én elvártam volna tőlük. A Fradi 4 kölcsönjátékosa alapembernek számít a sárga-feketéknél. Közülük a 19 éves Kundrák Norbert emelkedik ki, aki házi gólkirályként zárta az őszi évadot. Noha a játékpercekkel nincs gond, a fiatalok teljesítményével már nem teljesen elégedett Lipcsei Péter. Minden 4 törvény többet várok, sokkal többet. Nyilván a Norbinak, a Kundrák Norbinak az elején nagyon jó ment, hiszen 8 gólt rúgott, utána pedig az utolsó 6-7 mérkőzésen ő is visszaesett. A Lakatos Pistivel igazából azért nem vagyok elégedett, tehát benne sokkal több van, mivel csatár és gólok azért elmaradtak, és vele is mindig bajba voltam, tehát hogyha kezdő volt, akkor az volt a baj, ha beállt, akkor az volt a baj, tehát mindig volt vele problémám. Remélem, hogy ez tavaszra meg fog fordulni. Nekik a motiváció az is, hogy bármelyik pillanatban vissza tudják őket vinni a Fradiba, úgyhogy én nem hiszem, hogy kéne egy fiatal, egy 18-19-es játékost így motiválni. Nyilván, amikor megkapja a lehetőséget, akkor 5-10-15-45-90 percre akkor bizonyítson, és nyilván engem máshol nem tudnak meggyőzni, csak a pályán. Hát nehéz, már kettős érzések vannak igazából mindenkiben. A bajnokság elején úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk, ott voltunk a tabella elején végig, és utána megtört valami a csapaton belül, úgy gondolom kiesett több alapember is. Az edzéseken mindig jól teljesítettünk, mindig a maximumot nyújtottuk, a mérkőzéseken is. Lehet, hogy a szerencse is elpártolt kicsit tőlünk, és itt a végére szerintem már tényleg beszélt minden is elpártolt. Én is önmagamat keresem. Vannak pillanataim, de nem tudok egy szinten jól játszani, kiegyensúlyozottan. Hát most vége lesz a szezonnak, remélem, hogy egy jó felkészülés után nagyon jó fél évem lesz. Erre számítok. Tehát akkor azért nem adod fel, tehát itt nem csüggedd, válad, emelt fel és harcolj. Persze nem adom fel, vissza szeretnék kerülni a Ferencvárosba. Nyilván hozzánk is, meg sokakhoz eljutott, hogy milyen parádésan kezdte a szezont, esetleg a Fraditól, a klubtól jött-e valami visszajelzés? Sajnos a klubtól nem hallottam semmilyen visszajelzést, remélem majd év végén valamilyen visszajelzést fogok kapni, hogy jó, amit csinálok. Egyelőre nekem az is elég, hogy jó, amit csinálok, aztán megpróbálok visszakerülni, az egyik célom. Nem tudom, hogy ti azt nézitek-e, hogy most ugye új edző van, egy új lehetőségként tekintetek erre? Igen, hát ott is meg kell mutatni, ugye, hogy mit tudunk, és azért is próbálok minden meccsen maximumot nyújtani. Ha netalántán kijön az edző és látja, hogy teljesítek, akkor esetleg edzésekre visszavisz, tudok bizonyítani, és talán a csapatba is be tudok kerülni. Egy másik opció lehet a fiatal játékosok karrierjében egy újabb lépcsőfok beiktatása a soroksári és a ferencvárosi kerettagság közé. Ezt láthatjuk Sije Erik esetében is, akit a lipcsei csapattól egy NB1-es klubnak, a Mezőkövesnek adott kölcsönbe a Fradi. A 22 éves balhátvéd azóta 11 alkalommal lépett pályára az égvonalban.